nagyon sok képet hoztunk, és a színek szerint hangoltuk össze elsősorban, tehát a látvány után, de nagyon sok közös témában dolgozunk, sokszor véletlenszerűen, sokszor pedig direkt megbeszéljük, hogy egy téma köré fogunk festeni. Képeket külön-külön válogattuk össze mind a ketten, hogy melyek azok a képek, amiket szívesen elhoznánk. Kicsit tudtunk egymás képeiről is, de igazából, amikor ide megérkeztünk két napja megrendezni a kiállítást, akkor letettük a képeinket, és elkezdtük egymás mellé tenni őket, és azt vettük észre, hogy gyönyörűen passzolnak egymáshoz képek, és sokszor egyikünk képe erősebb attól, hogy a másikunk képe mellette van. Színek, formák, hangulatok és témák megszólítják kölcsönösen egymást. Ezek a képek nem önkifejezni akarnak. Hatást szeretnének elérni, de nem sokkolni akarnak, nem meghökkenteni akarnak bennünket. Szeretnének elérni bennünk valamit, hogy történjék bennünk. Aki ide belépett, az biztos érezte, és hallottam is ilyen szavakat, hogy ó, de szép, ó, de gyönyörű, hogy ezekről a képekről valami örök harmónia, valami csodálatos fény sugárzik. És nem csak a használt színeknek a gazdagsága hozza ezt az élményt, hanem annak is örülhetünk, hogy a megformáltság, a formai ábrázolás az nem hagy bennünket magunkra, és nem hagy minket tétlenül. Segít az értelmezésben, és így leszünk részeseivé mi is ennek a teremtésnek. Hát ők lehetnek angyalok, emberek. Bárki, ki mit szeret, ki mit lát meg benne, ki magát látja meg, ki. Volt, aki már Szent Ferencet és Szent Klárát is látta benne, én is látom benne őket, de nincs ez így leszűkítve. Igen, ők egy gyönyörű, nagy, szép virágot visznek, össze vannak kötve ezzel a gyönyörű virággal, ami ütött kopott kívülről, de belülről ragyog, és ez az ő szép közös feladatuk. És egy kis facsemete nő ki kettőjük között, ami így a reménységet és a jövőbe mutató szimbólum ebben a képben. Mi alapvetően a Ritával nem csak ketten dolgozunk egy-egy témán, hanem egy festőcsoport tagjai vagyunk, a Napút Művészeti Akadémiái, és tavaly egy közös kiállításra készültünk velünk, Révkomáromban volt a kiállítás, és a kelet-nyugat témakörében dolgoztunk, és ez az első kép volt, amit én festettem ebben a témakörben, még ilyen keresgélés, hogy mi az, ami keleten megvan, és nyugaton nincs meg, és mi az, ami nyugaton megvan, és keleten nincs meg, és mit adhatnának egymásnak. Thank you.